A Szerencsi Horgász Egyesület minden évben horgászversennyel emlékezik meg egykori titkáráról, Spisák Lajosról. Idén április 28-án rendezték a megmérettetést a Szerencspatakon, melyre 36 pecás jelentkezett. A versenyt idén is haltelepítés előzte meg, aminek során 5 mázsa, 3 nyaras ponty került a patakba. Az egész délelőttöt átívelő versenyen Éliás Róbert bizonyult a legeredményesebbnek, ugyanis neki sikerült a legtöbb halat kifognia, azaz 29 kg-ot, így ő érdemelte a legjobbnak járó vándorserleget. A mai Spisák Lajos nevével fémjelzett horgászversenyünket legalább 20-25 éve megtartjuk. Most, hogy miért tartottuk itt, sajnos a homokos tavunk vízállása olyan kicsi, hogy nem mertük ezt felvállalni. Nem is tudtunk annyi mennyiségű halat telepíteni vele, mint amit szerettünk volna. Ugye életettük, de viszont a fogás itt is csodálatos volt. Rendben van a Szerencspatak, tehát elképzelhető az, hogy jövőre is vagy itt, vagy ott, tehát választási lehetőség jövőben is lesz.